Szevasztok, srácok! Ez a Trónokharca túránk negyedik egyben befejező napja. És hát mondjuk úgy, hogy a legjobbat a legvégére hagytam. Legalábbis látvány és út szempontjából biztosan. Mai nap a keleti tengerparton fogunk végighaladni, aminek a neve Antrim Coaster Road. És hát srácok, állítólag ez az út, amin most végigmegyünk, az benne van a világ 5 legszebb útvonalában. A mi szempontunkból pedig nagyon jó hír, hogy több trónokharca helyszín is ezen az útvonalon van. Ezeket fogjuk ma végigjárni, és közben gyönyörködünk a tájban, mert ez valami eszméletlen, srácok. Míg odaérünk az első helyszínünkre, addig mesélek kicsit az útról. Ugyanis elég érdekes története van. Mielőtt ezt az utat megépítették volna, ez a terület eléggé elzárt volt a sziget többi részétől. Olyannyira, hogy ha valaki el szeretett volna menni a legközelebbi városba, akkor egyszerűbb volt áthajózni Skóciába, mint itt megközelíteni szárazföldön. Úgyhogy elég nagy igény volt erre az útra, el is határozták, hogy ezt megépítik. És megbíztak egy bizonyos William Boldot, akinek volt egy elég jó víziója. Ugyanis ő azt szerette volna, hogy ha már ilyen nagyon szép itt a tengerparti rész, akkor az utat itt vigyék. Ami persze sokkal több idő, sokkal több pénz, sokkal több munka. Aztán nagy nehezen végül is sikerült meggyőzni a helyi tanácsot, hogy ez legyen így. És hát ezért épült meg ez a szenzációs útvonal. Ezen a részen szintén nincsenek távolságok, elég gyakran meg fogunk állni. Már csak azért is, hogy gyönyörködjünk a tájban, mert ez, srácok, valami elképesztő. Ahogy mindenkinek, úgy nekem is megvolt a kedvenc jelenetem, és ez nem más, mint az árnyéklény bizarr születése. Eszméletlen volt, nagyon hatásos, nagyon ötletes, és vártam volna még hasonlókat a sorozatban. Sajnos a barlang vége le van zárva, nem lehet átmenni rajta. Ugyanis mögötte egy privát birtok van, ami hát véleményem szerint az egyik legeldugottabb hely a világon. Közben feljöttünk a Torhead Scenic Route-ra, amiről azt írják, hogy nem nagyon tudsz nézelődni a tájra, mert olyan keskeny út van és olyan kanyargós, hogy folyamatosan figyelni kell az utat. Úgyhogy meg fogok állni pár helyen, és akkor mutatom, hogy hogy néz ki a dolog, mert amúgy eszméletlen.
ahol most éppen állok, az egy nagyon-nagyon régi partiőrségi állomás volt, mára már elhagyatott, viszont szabadon be lehet járni. Ahogy jöttem az úton, megpillantottam itt a top tetején, és gondoltam, hogy ez egy kis kitérőt. Nem bántam meg, eszméletlen a kilátás. Ezt az épületet nagyon-nagyon régen a partiőrség használta megfigyelésre. Az itt állomáshoz az embereknek az volt a feladata, hogy az esetleg erre járó transatlanti hajókról hírt küldjenek Londonba, hogy azok ugye épségben átkeltek az óceánon. Ugye akkoriban nem volt internet, kicsit nehezebb volt ezt megoldani. Innen látszik Skócia. Ha minden igaz, akkor Írországnak ez a pontja a legközelebb Skóciához. Gyakorlatilag át lehet úszni. Most még menjünk tovább, mert még van egy pár helyszín hátra. Na srácok, hát a végéhez értünk a Trónok harca tematikájú autós túránknak. Remélem tetszett. Próbáltam a legjobb tudásom szerint átadni az élményeket és a látnivalókat. Ez az ország egyszerűen fantasztikus. Ha tehetitek, akkor mindenképpen látogassatok ide el. Ne csak a Trónok harca miatt, hanem igazából az egész ország ilyen. Addig is legyetek jók, és találkozunk legközelebb. Szevasztok!